A jelenkor emberiségének feladata, hogy minden létezés, élőt és élettelen tisztelve, alázattal és szeretettel kezelve, kapott képességeinek és eszközeinek tudatos alkalmazása által a teremtő szándékával, az univerzumot fenntartó szellemi és természeti törvényekkel harmóniában az élet és a létezés egyensúlyát védelmezze és fenntartsa a földi élet rendszerében. A földi létben létezésének és küldetésének eszközeként az emberi faj megkapta a lehetőséget arra, hogy társteremtőként hatás legyen képes gyakorolni a jövőbeni megvalósulásokra. A földi nemzetek közül képességeivel arányosan a felelősség is kiemelkedő a magyaroknak. A teremtőtől a legősibb, legkifejezőbb és legerősebb rendezőerőket létrehozni képes anyanyelve, s a hozzátársuló gondolkodásmódot kapta meg, mint különlegesen hatékony teremtési eszközeit, melyekkel nemzetének sorsát, s példáját és mintájáltal az emberiség létezésének minőségét határozhatja meg. A magyaroknak küldetésük és vállalásuk, hogy a világkorszakok különböző rezgésszintű energetikai hatásai által a földi emberiségben kialakult létmintákat, viselkedési formákat, az emberiség létezésének meghatározó lét és életszemléletet, saját példamutatásuk és útmutatásaink által segítsük átformálni, visszatanítani. Tudatosan